Szent Miklós keresztény pap volt, aki a gyermekekkel szemben olyan kivételesen jóindulatú volt, hogy alakja és a hozzáfűződő hagyománya napjainkban, évszázadokkal később is kedves, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Patás, szarvas segítője a Krampusz azonban jelentősen megváltozott az évek során. A ma már szelidebben ábrázolt mesebeli alakot a 17. században az alvilág szolgájaként tartották számon. Ebben a videóban a Krampuszról fogok mesélni. Ha kíváncsiak vagytok rá, iratkozzatok fel a csatornámra, nyomjátok be a kis harangot, és maradjatok velem a videó végéig. A Krampus legendája német nyelvterületről ered. Eszerint a Krampus a Mikulással együtt járta a házakat. Ajándékozás helyett ő azonban a rossz gyerekeket kereste, és addig ütötte őket virgáccsal, amíg jók nem lettek. Egyes helyeken, miután elnánspángolta a szófogadatlan lurkókat, magával vitte őket a sötét alvilágba. A vérfagyasztó külsejű patástól így nem csoda, hogy minden gyerek félt. Neve egyébként a Krampen, azaz karomszóból ered, ami lássuk be, nem túl bizalomgerjesztő elnevezés. Belgiumban és Hollandiában a Krampus puttonya híresebb, mint a Mikulásé. A mendemonda szerint ebbe teszi ugyanis a rossz gyerekeket. A felénk élő Krampus legendák kicsivel finomabbak, mint az előbb említettek. Eszerint a Krampus nem más, mint maga az ördög. Ennek ábrázolására elsősorban a jó és a rossz egyensúlyának fenntartása miatt volt szükség. A jólelkű Szent Miklós alakja még inkább kegyesnek hatott egy velejéig romlott ördögfajzat mellett. Mára az irgalmatlan és szőrös szívű szörnyek alakja sokat finomodott, nem kap a szívéhez egyik gyermek sem, ha virgácsot is talál a cipőjében. Bár én a magam részéről még játékból sem szeretem, ha egy gyereket bántanak. Mivel annak idején hivatásos rossz gyerek voltam, magam is féltem, hogy egyszer magával visz a Krampus. Helyette azonban azzal lettem megleckésztetve, hogy alma helyett vörös hagymát találtam a csizmámban. Igyekeztem is jövő decemberig mint a gyerek lenni. Kisebb-nagyobb sikerekkel.